Köszöntöm Önöket, az önkormányzati perceket látják. Idén Sárkeresztúr adott otthont a Keresztúr nevű települések éves találkozójának. A 19. alkalommal életre hívott rendezvényen Rákosmente is képviseltette magát. Mai vendégem a delegáció vezetőjeként vett részt az eseményen. Köszöntöm a stúdióban Fószti Vadar alpolgármestert. Üdvözlöm Önt és a kedves nézőket! Hogyan született meg a Keresztúr nevű települések összefogása? 1999-ben volt egy árvíz, amelyik Bodrog-Keresztúr jelentős részét álmosta, és az akkori Balaton-Keresztúri vezetés segítségére sietett Bodrog-Keresztúrnak. Ez az első kapcsolatfelvétel volt két Keresztúr nevű település között, amit aztán a következő évben egy találkozó követett, majd ott megfogalmazódott a Keresztúr nevű települések szövetségének gondolata, illetve azt, hogy a Keresztúr nevű települések találkozzanak. Itt a Kárpát-medencei keresztúrokról van szó, és mostani tudásunk szerint 34-35 keresztúrt tartunk nyilván a Kárpát-medencében. Ezen együttműködések, kooperációk, hogy a területeket nézzük, akkor miben nyilvánul meg? A leginkább a kulturális együttműködés. Ugye itt nagyon kis településektől a viszonylag nagy településekig, vagy település részekig beszélhetünk a keresztúrokról. A legnagyobb lélekszámú, hogyha a lakosságszámot nézzük, akkor Rákoskeresztúr, de ugye Rákoskeresztúr a kerületünk egy kis része, vagy egy része. Ugyanakkor az önálló települések között a legnagyobb az Erdélyben lévő, vagy Erdélyben található Székelykeresztúr település. Tehát viszont vannak egészen picik, száz néhány lakossal rendelkező települések, és itt a kölcsönös segítségnyújtás továbbra is megvan a keresztúrokban, hiszen volt már, hogy valahol egy tűzeset volt egy templomban, vagy művelődési házban, akkor a keresztúrok összefogtak és segítettek, vagy már építettünk közösen gátat is, vagy egy gát részt, vagy gát darabot az egyik keresztúrnál. Tehát én azt gondolom, hogy a kulturális együttműködésen és az ilyen jellegű egymás segítésén túl természetesen azok a találkozások és a nemzeti egységnek, vagy úgy mondjam, a kinyilatkoztatása, a megtartása, ez a keresztúroknak egy nagyon fontos feladata és célkitűzése is. És hát ezen találkozások csúcspontja tulajdonképpen minden alkalommal, ugye ez az évente egyszer megrendezendő Keresztúr nevű települések találkozója, aminek ugye már a kerület is volt házigazdája, de most ezúttal Sárkeresztúr volt ugye a helyszíne. Először is mit lehet tudni magáról Sárkeresztúrról? Sárkeresztúr Székesfehérvár közelében lévő kis település, 2500 lakosa van. Tulajdonképpen a kis települések vagy a keresztúr települések között egy olyan közepes kategóriába tudjuk elhelyezni Sárkeresztúrt. Az adottságai nem feltétlenül túl előnyösek, de nagyon-nagyon szorgalmas a település lakossága, és nagyon jó vezetője van a településnek. A polgármester asszony tényleg elkötelezett abban, hogy mindenkit megmozgasson a településen. Ez látszott egyébként a keresztúr találkozón is. Egy kis település egyébként mindig sokkal barátságosabb, sokkal bensőségesebb találkozót tud rendezni, hiszen egy-egy ilyen találkozó alkalmával százak dolgoznak azon, hogy egy találkozó sikeres legyen és jó megrendezésre kerüljön. Sütöttek a nénik a rendezvényre, a fogadtatáson ott voltak, csoportkísérők vannak. Ugye 24 település vett részt a mostani keresztúr találkozón is, ez 24 csoportkísérőt jelent, az már mindjárt 24 család. És mondom, ahogy említettem is, mindenki sütött, főzött a településen, ott voltak a sátor felállításnál, rendészeti feladatokat, vagy éppen tájékoztató feladatokat láttak el helyiek. Mindenhol ott voltak, ahol nevezetesség volt a településen, és igyekeztek kalauzolni, elirányítani a sok-sok keresztúrit, aki megérkezett hozzájuk. Hát ez, én azt hiszem, hogy egy egész települést átfogó program ilyenkor. Ugyanakkor Sárkeresztúr nagyon híres például a levendulájáról, éppen a levendula aratásra, vagy levendula szüretre érkeztünk meg, tehát a mostani találkozó az egybeesett ezzel az ünneppel is. De Sárkeresztúron nagyon fontos dolog például a kosárfonás. Tehát inkább a kézművességre próbálnak meg, vagy a kézművességben próbálnak meg a településen foglalkoztatást találni a településen lakók számára. Egy nehéz összetételű kis településről beszélünk, hiszen 60% a településnek roma származású,
De én azt gondolom, hogy nagyon szépen ezekkel a programokkal, amiket említettem, integrálják őket, és példaértékű. Tehát például a más keresztúroknak is tudott példát mutatni most a keresztúr azzal, hogy milyen szépen akár a levendula termesztésen, akár például a kosárfonáson keresztül mennyire jól meg tudják a teljes lakosságát a kis településnek mozgatni. Most, hogy már mindenki elhelyezte Sárkeresztúrt, nézzük, hogy milyen programok voltak. Természetesen elmaradhatatlan ugye a felvonulás minden egyes keresztúr találkozó nyitó rendezvénye vagy nyitó eseménye a települések felvonulása. Most is a kis település főteréről indultunk el, és mentünk a fesztivál sátorig. Ez tulajdonképpen végigvitte a keresztúrokat a településen. Nagyon jó volt látni az integető embereket az ablakokban, a kerítés kapukban. Nagyon sokan jöttek ki, videóztak, fotóztak és integettek. Aztán megkezdődött ugye a rendezvény nyitó eseménye. Bevonultak a keresztúr nevű települések a táblákkal, a zászlókkal. Elhangzottak a köszöntő beszédek a település vezető, illetve a szövetségi elnök részéről, valamint az országgyűlési képviselője a körzetnek szólalt még föl. Utána pedig lent kezdetét vette a hagyományos ünnepi forgatag, amelyben a települések mutatkoztak be, tehát különböző produkciókkal, és most idén először megrendezésre került a találkozó alkalmával a keresztúrok népzené és néptánc találkozója. Ez az első volt, ilyen még nem, nevesítve legalábbis nem volt, bár a fellépők zöme egyébként mindig a helyi adottságokat figyelembe véve a helyi folklort próbálja ugye elhozni és bemutatni a keresztúr találkozókon. Tehát ha azt veszük, akkor volt már ilyen, de nevesítve és ennyire tényleg csokorba gyűjtve, összeszedve a különböző tájegységek néptáncai, népzenéi még nem jelentek meg a keresztúr találkozókon. Ha már ezt említette, úgy itt a kerületünk is képviseltette magát. Így van. Egy nagyon sikeres néptánc együttessel vettünk részt, az Arany Málinkó hagyományőrző néptánc együttes volt Rákoskeresztúrról a meghívott vendég. Kiváló műsort adtak, fergeteges sikert arattak, de hát ők profik, nagyon jól tudják, hogy mit is jelent a néptánc, kiválóan művelik ezt az irányzatot. Nagyon jó volt velük együtt lenni, hiszen megismerhettük azt, hogy csupa fiatal, nagyon jó kedélyű, nagyon kedves fiatalok, hatalmas tudással rendelkeznek, tehát amit csinálnak, azt abszolút profi módon csinálják, kiváló a vezetésük, nagyon összeszokott kis csapat, de mind a mellett nagyon jól tudnak akár bulizni, és tényleg nagyon szimpatikus fiatalok. És a programba belefért az is, hogy egy-két nevezetességet is megnézzenek? Természetesen, hát ugye a magán a településen viszonylag kevés a nevezetesség, de természetesen megnéztük a helyi templomot, megnéztük a különböző emlékhelyeket, hiszen ott is van március 15-ének, az október 23-án a II. Világháborúnak emlékműve. Nagyon szép egyébként a kis település művelődési háza. Tehát ezeket mind-mind sorra jártuk, megnézegettük. Ugyanakkor meg a kedves szervezők nagyon jó programokat készítettek a keresztúroknak, leginkább Székesfehérvár és környékén. A mi kis csapatunk például a Borivárat nézte meg a szombat délelőtt, amikor egy kis szabad program volt. Ugye ez a találkozó volt a 19. alkalom, jövőre egy fontos jubileumhoz érkezik, a 20. alkalomhoz, amelynek ugye már megvan az időpontja és a helyszíne is. Mi lesz ez? Így van, hát a 20. jubileumi találkozó hol máshol lehetne megrendezésre, mint Balatonkeresztúr. Balatonkeresztúr polgármestere, a szövetség egyébként elnöke, aki már régóta tervezte, hogy a 20. találkozót, ugyanúgy, mint a 10-et, azt a Balatonkeresztúri település rendezze meg. És tényleg már szinte készen van a program. Ilyenkor a keresztúr találkozókon mindig van elnökségi ülés, illetve a keresztúr szövetségi ülés, és a szövetségi ülésen már elhangzottak az időpontok is. Ugyanígy június vége felé lesz megtartva a Balatonkeresztúri 20. találkozó, viszont a programokról még nem árulhatok el én sem, mert nagyon kevés információnk van. Polgármester úr nekünk se árult el sokat a jövő évi találkozóról, de az biztos, hogy egy nagy találkozó lesz a 20. Egy utolsó kérdés, még említette a fiatalokat mondjuk más viszonylatban, de kíváncsi lennék arra, hogy cél az, hogy ők majd hosszú távon tovább vigyék ezt a fajta az együttműködést a települések között? Természetesen. Ugye nemrég volt a diák találkozó, a Keresztúr Szövetség településeinek diák találkozója, az a 10. volt idén. Maros Keresztúron került megrendelésre, és
A célunk az, hogy a fiatalokat bevonjuk a szövetség munkájába. Célunk az, hogy a fiatalok részt vegyenek ezeken a találkozókon, aktívan vegyenek részt ezeken a találkozókon. A fellépőknél is igyekszünk arra törekedni, hogy fiatalok jöjjenek. Erre volt kiváló például az Arany Málinkó, akik tényleg a fiatalos lendületet hozták a találkozóba, és ők is olyan jól érezték magukat ott találkozón, hogy már kázi bejelentkeztek a 20. találkozóra, nagyon szívesen jönnének el a 20. találkozóra is. De én eddig azt tapasztaltam minden fellépőnkön, akik az elmúlt találkozókon részt vettek a kerület képviseletében, hogy megérintette, megfogta őket a találkozónak a hangulata, és nagyon szívesen jönnek újra, hogyha tehetik, és ez a mi célunk. Tehát azért szeretnénk a fiatalok felé is nyitni, hogy legyen kedvük eljönni ezekre a találkozókra, és majd, hogyha a mostani korosztály már kiöregszik, és már nem tudja ezt a szervező munkát elvégezni, akkor legyen, aki beáll helyettünk, és végzi a feladatot. Bízunk benne, hogy így lesz majd. Köszönöm szépen a beszámolót, és további nagyon sikeres munkát kívánok. Köszönöm szépen a lehetőséget. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, mert tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.